Sziasztok! Újra itt vagyunk, és ma péntek van, és csak egy pár nap Pészach előtt, és azt gondoltam, hogy jó lenne valami recept találni, ami Pészachra is jó. És azért fogunk ma csinálni a Pészach kuglit. Miért jelent a Pészach kuglit? A Pészach kuglit nálunk az a krumpli kuglit, mert krumplival lehet bármit csinálni, de a legegyszerűbb, és a legtartósabb az a kugli. A kugli ez egy ilyen összekevert massza, ami berakjunk a sütőbe. És utána lehet melegíteni, lehet hidegen is enni. Azért annyira sokszor csináljuk. Na, mit kell hozzá? A receptem az 10 krumpli, 7 tojás, 1 hagyma, 1,5 kanál olaj, 1 vagy több evőkanál só, amennyit az embernek ízlik, egy kis bors is, és egy kis víz. Annyi kell, hogy egy nagyon finom krumpli-kugli tudunk készíteni. Akkor kezdjünk. Az első dolog, amit tudni kell, hogy a Lubavitch rebbe azt mondta nekünk, ha sikeresen szeretünk főzni, akkor mindenképpen amikor kezdjünk a főzés, mindig egy szedakat kellene, egy kis pénzt kellene szedakába betenni, hogy legyen nekünk sikeres főzés, és reméljünk ez is lesz. Megpucoltunk most a krumplit, és hideg vízbe beraktunk. Megpucoltunk a hagyma, és összevágtunk. És most fogunk törni a tojást, természetesen meg kell nézni minden tojás, hogy esetleg vér van benne. És berakjunk a hagymába. A tojások fel vannak törve a tálba, és hozzáadjunk 1,5 kanál olajt, egy kis bors íze szerint, 1 kanál só, és 1/2 pohár vizet. Az egész összetúrmixoljunk. Ha összetúrmixoltunk a tojást, a hagyma és a fűszer, akkor kezdjünk darálni a krumplit. Rögtön kezdjünk összekeverni a massza, hogy ne barnuljon a krumplit. És átrakjunk a tepsibe. Jó meleg sütőbe berakjunk, legalább 1,5 perc. Csábezt kívánom mindenkinek, és sok erőt mindenkinek, hogy mégint nem vagyunk együtt a vasváriban, de pont ezen a heti szakaszban az van írva, hogy a tűz a szent helyben mindig kell, hogy éljen. A mi tűzünk is, akkor is, ha otthon vagyunk, nem közösségben kell, hogy éljen, próbáljunk boldog lenni, Sabbat betartani, gyertyagyűjteni időben, imádkozni, és hamarosan még egyszer együtt leszünk a vasváriban,